Kártyalapok, különböző bűvös kellékek és ikonikus ruhák. Gács Rezső, vagy ahogy mindenki ismerte, Rodolfo használta ezeket az eszközöket. Miután legtöbb kellékét, előadásairól szóló szórólapjait, plakátjait élete végéig megőrizte, így látványos és tematikus kiállítás örökíti meg a bűvész élettörténetét, amely immár Nyíregyházán is megtekinthető. A Kállai Egyetem egy állandó kiállításai mellett mi mindig szeretnénk és akarunk is olyan programokat, kiállításokat, rendezvényeket tartani, amelyek nagy családokat, családokat szólítanak meg. Ez már hagyomány nálunk. Ennek az egyik ilyen programja volt, mivel demokrácia van a Kállai Gyűjteményben, közösen agyalunk azon, hogy milyen rendezvényeket hoznánk ide, és ekkor jött az ötlet, hogy Rodolfo születésének a 110. évforduló alkalmából van egy gyönyörű szép kiállítás Kecskeméten, és mi ezt a kiállítást próbáljuk megszerezni. Előkészületi munkák után végül is most ott tartunk, hogy mai napon megnyitjuk ezt a kiállítást. A kiállítás eredeti megalkotója a Kecskeméti Szóra Katénusz Játék Múzeum és Műhely. Az intézmény tavaly már Pécsett is megmutatta a gyűjteményt. A bűvész idén ünnepelné 110. születésnapját, így Nyíregyházán, majd később újabb városokban tervezik megmutatni a nagyközönségnek a különböző képeket és tárgyakat. A cél az, hogy egyre szélesebb körben ismertessék meg Rodolfo művészetét. Főleg a fiatalabb korosztályok, akik már nem igazán emlékeznek Rodolfóra, nekik szinte a Rodolfo neve olyan, mint a szinonimája lenne a bűvészetnek, és így nagyon jó, hogyha ők is minél többen megismerik, hogy egy élő személy volt, sőt egy olyan személy volt, aki nagyon sokat tett a magyar artistákért, a cirkuszművészetért, és reméljük, hogy az emléke még sokáig fennmarad így a kiállítások kapcsán is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a kiállítást én... Elnézést! Ez a bűvész nátha. Rodolfo egyik legnépszerűbb és leggyakrabban alkalmazott bűvész trükkjét a kétszeres bűvész világbajnok Hajnóci Soma is bemutatta, aki a megnyitón jelenlévő gyermekeket is megtréfálta egy kártyapakli segítségével. A bűvész azt mondta, az ő karrierjének kezdetén is Rodolfo adott számára inspirációt. Hát azt gondolom, hogy Rodolfo egyértelműen a magyar bűvészet történet egyik, hanem legikonikusabb alakja. És szerintem mindenki, aki bűvész, aki ma bűvészkedik, vagy az utóbbi 50-60 évben elkezdett bűvészkedni, az részben a Rodolfo miatt kezdett el bűvészkedni. Nekem van egy emlékem Rodolfoval kapcsolatban arról, hogy szerintem egy ilyen 10-12 évvel ezelőtt már a YouTube-on, nyilván akkor már Rodolfo nem ért, néztem egy még archív fekete-fehér felvételét, és csapkodtam a térdem a nevetéstől. És azt mondom, hogy egy olyan korban, ahol olyan tényleg ingerdús világban élünk, mint most, egy régi archív fekete-fehér felvétel meg tud így nevettetni engem a számítógép képernyő előtt is, az egyértelműen azt jelenti, hogy a csávó ez egy zseni volt abban, amit csinált. A Vigyázat Csalok című kiállítás péntektől egészen július 30-áig lesz látható Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben.